Azt kérem, hogy a kígyó jöjjön ki a barlangból, és próbálja megtámasztani ezt a spatulát. A beszéd maga az alapjaiban összefügg a mozgással. Az, amit a szánkban végzünk tevékenység a nyelvünkkel, az a legfinomabb mozgásunk a testünkön. Vannak olyan beszédhibák, amik viszonylag rövid idő alatt javíthatók, és vannak olyanok, amik hosszabb, akár több hónapos, akár több éves gyakorlást is igényelnek. Fújó és szívó gyakorlatokat végeztetünk a gyerekekkel. Azért jó ez, mert hogy játékban van ágyazva az a tevékenység, ami őket erősíti, észre sem veszi, hogy miközben felszívja a szívószállal ezeket a gyöngyöket, és aztán utána belefújja a következő tálba, hogy ő neki közben erősödik az arc körüli izma, a szájizmai, az ajakizmai, és ez beépül később a spontán beszédbe, ami a helyes hangok képzéséhez elengedhetetlen. Logopédiának az is célja, hogy esetlegesen fennálló beszédgátlásokat csökkentsük, és sikeresen meg is szüntessük. Figyelem, szeretet, elfogadás, kreativitás.